Azt írja a barátnő ebben a könyvben. De sokat tudsz te, Endre, nem kellett volna neked azt a könyvet odaadni. Zoli ott hajlik meg mindig, ahol a leggyengébb, a mérhetetlen egóján keresztül. Ez igaz. Igaz? Mint mindenki más. Hát Zoli se külön, mint a többi ember. Azért mentem végig az interjú elején egyik másik csomóponton, nevezetesen Amerikán, a szódás szemüveges kisfiún, a lányon, aki aztán eltűnt, hogy úgy te kaptad a pofonokat. Aztán itt volt a börtön. Hogy hány pofon kell szerinted neked, Zoli, hogy le tud csavarni ezt az egót? Nekem mérhetetlenül nagy egóm volt. Remélem, hogy nem kell több, Endre, ezt tudom mondani, remélem, hogy nem kell több pofon. Ez a börtönös azért ez egy elég nagy, ez öklös volt, ez nem pofon volt. Tehát az Amerika, meg a mennyasszonyos elválasztori, az ehhez képest pofon, ez meg egy ácsúcs.